Sikerült megállapodniuk az uniós vezetőknek. Orbán Viktor azt mondta, hogy a V4-ek büszkék lehetnek az elért eredményre. Megállíthatatlanul terjed a koronavírus Európában, több ország újból szigorít. És Amerikában is egyre rosszabb a helyzet, Észak-Amerikában rekordszámú a fertőzött, Brazíliában pedig rengeteg a halott. Ez a Híradó délben, az M1-en és a Dunán, Székely-Varga Edina vagyok, köszöntöm Önöket! Megvan a megállapodás. Maratoni négy napos tárgyalás után az unió vezetőinek sikerült megegyezni a költségvetésről és a gazdaság újraindításáról is. Orbán Viktor miniszterelnök a lengyel kormányfővel közösen tartott sajtótájékoztatóján hatalmas áttörésnek nevezte a megállapodást. Orbán Viktor azt mondta, hogy a visegrádi országok büszkék lehetnek az elért eredményre. We did it. Megcsináltuk. Ezzel a felkiáltással jelentette be kedreggel Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, hogy 90 órányi tárgyalás után született megállapodás a 2021 és 27 közötti időszakra szóló keretköltségvetésről és a koronavírus járvány által sújtott gazdaságok helyreállítását célzó pénzügyi csomagról. This is a good deal. Ez egy jó megállapodás, egy erős megállapodás, és legfőképpen pont olyan, amilyenre Európának most szüksége van. Szeretnék köszönetet mondani a vezetőknek és a bizottság elnökének, valamint a munkatársaiknak a kemény munkáért. Megmutattuk a kollektív felelősségvállalást és szolidaritást, és megmutatjuk a közös jövőnkbe vetett hitünket is. Ez a megállapodás egyértelműen azt üzeni, hogy Európa képes cselekedni, mondta az Európai Tanács elnöke. A hajnalra létrejött egyesség értelmében 2021 és 27 közötti EU-s költségvetés keretösszege Charles Michel korábbi javaslatával megegyezően 1074 milliárd euró maradt. A 750 milliárd eurós helyreállítási alapszerkezete átalakult. A korábbi 500 milliárd euró helyett 390 milliárd eurót kaphatnak vissza nem térítendő támogatásként az uniós országok. És 250 milliárd euróról 390 milliárd euróra nő a kedvezményes hitelek nagysága. Azt kívánom minden magyarnak, hogy soha ne legyen kevésbé sikeres reggelje, mint a mai, mondta Orbán Viktor az uniós csúcs után a lengyel miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök hangsúlyozta, a magyarok és a lengyelek nagyon büszke népek, és a büszkeség még néha a pénznél is fontosabb. Hozzátette, a tárgyalások előtt és közben is voltak kísérletek, hogy a két országot kioktassák. Nem csak sikerült egy megfelelő összeget kialkudnunk, hanem meg tudtuk védeni nemzeteink büszkeségét, és világossá tettük. Nem elfogadható, hogy bárki, különösen azok, akik örökölték a jogállamiságot, kritizáljanak minket, szabadságharcosokat, mondta Orbán Viktor kiemelve, senki sem oktathatja ki a szolidaritás nemzetét, vagy az 56-os forradalom nemzetét. Ez elfogadhatatlan, és ezt világossá tettük, mondta Orbán Viktor, és leszögezte, hogy komoly eredményt ért el a jogállamiság vitában is. Bármilyen kísérlet, amely megpróbálna a jogállamiság és a költségvetés között párhuzamot vonni, ezt sikerült megcsákjázni, ezt sikerült elutasítani. Tehát nem lehet két különböző dolgot összekapcsolni. A jogállamiságot, ami nagyon fontos, és a költségvetési fegyelmet, ami szintén nagyon fontos. A politikai és gazdasági kérdések között nem lesz kapcsolat, jelentette ki Orbán Viktor. Nem felvizezték, hanem törölték a jogállamisági mechanizmus szövegrészt az EU csúcson a dokumentumból. Orbán Viktor nem túsz többé, számolt be az ATV a Politico információira hivatkozva. A televízió internetes oldalán megjelent cikkben az olvasható, Charles Michel új kompromisszumos javaslatában az szerepel, hogy az Európai Tanács hangsúlyozza a jogállamiság tiszteletben tartásának fontosságát. Mindazonáltal magának az új mechanizmusnak a leírásakor a jogállamiság megemlítését törölték, írta a Politico. Az új fogalmazás szerint bevezetik a költségvetés és a Next Generation EU védelmére vonatkozó feltételrendszert, de a lehetséges szankciókat pedig az Európai Tanács minősített többségével kell elfogadni. A magyar és a lengyel kormány célja mindvégig az volt, hogy olyan megállapodást fogadjanak el az unió vezetői, amelyben nem lehet visszaélni a jogállamiság szempontrendszerével. Erről beszélt Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója az M1-je. Azáltal, hogy a tagállamok minősített többsége fog erről dönteni, ez lényegében azt jelenti,
jelenti, hogy nem lehet ezzel kényekedve szerint mondjuk az Európai Parlament, ami 2018-ban egy ilyen politikai kampányt indított Magyarországgal szemben, ez nem ismétlődhet meg, hanem a tagállamok túlnyomó többségének az egybehangzó akaratára van szükség. Azt gondolom nem nagy kockázat azt állítani, hogy erre a közeljövőben nem fog sor kerülni. A hetes cikk szerinti eljárásról szólva hangsúlyozta, Magyarország csatát nyert, mert valószínűleg az év végéig befejeződik az ellene indított lejárató kampány, és újabb ehhez hasonlót nem lehet indítani a következő 7 évben. Az Európai Bizottság elnöke arról beszélt a megállapodás után, hogy az Unió bebizonyította, képes időben hatékonyan cselekedni. Hangsúlyozta azt is, hogy a végső megállapodás megérte a nehéz, több mint 90 órányi tárgyalást. A német kancellár, a francia elnök, az olasz és a holland miniszterelnök is üdvözölte az egyességet. Az Európai Bizottság elnöke a megállapodás után egyebek mellett arról beszélt, hogy az Unió bebizonyította, képes időben hatékonyan cselekedni. 4 hosszú napon és éjszakán át tárgyaltunk, több mint 90 órán át, de megérte. Ez a megállapodás annak a jele, hogy képesek vagyunk cselekedni Európában, mondta Ursula von der Leyen. A német kancellár egyebek mellett arról beszélt, hogy nem volt könnyű a sok különböző álláspontot összehangolni, de az a lényeg, hogy végül sikerült. Nagyon megkönnyebbültem februárban, nem tettük meg, most megcsináltuk. És azt hiszem, hogy ez fontos jelzés egész Európa számára, de Európa határain túl is, hogy ez a 27 tagállamból álló, természetesen nagyon eltérő háttérrel rendelkező Európai Unió valójában képes együtt cselekedni. Ez egy nagyon jó jel, mondta Angela Merkel. A francia elnök is üdvözölte a megállapodást. Meg vagyok győződve arról, hogy ez a terv és a költségvetés alkalmas arra, hogy válaszoljunk az egészségügyi, gazdasági és társadalmi kihívásokra, amelyekkel ma minden országunkban szembesülünk. Ha nem lett volna megállapodás, az sokkal több kiadást jelentene az elkövetkezendő hónapokban vagy években, mondta Emmanuel Macron. Az olasz miniszterelnök történelminek nevezte az egyességet. Elégedettek vagyunk. Egy nagyon ambíciózus tervet hagytunk jóvá. Ez lehetővé teszi a számunkra, hogy erőteljesen és hatékonyan tudjunk szembenézni a válsággal. Ez egy történelmi pillanat Európának és történelmi pillanat Olaszországnak is, mondta az olasz miniszterelnök. A holland miniszterelnök üdvözölte, hogy az elfogadott szövegbe beépült a vészfékmechanizmus, amely bármely országot feljogosítja, hogy vitát kezdeményezzen az Európai Tanácsban abban az esetben, ha meglátása szerint egy másik tagország nem a megfelelő módon hajtja végre az uniós források kiosztásához rendelt reformprogramokat. Összességében azt gondolom, egy átfogó és jó csomagról állapodtunk meg, amely védi a holland értekeket és egész Európát is erősíti, mondta a holland miniszterelnök. A költségvetést az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia. A hozzá kapcsolódó befizetésekre pedig a tagállami parlamenteknek is rá kell bólintaniuk. Továbbra sem sikerül megállítani a vírus terjedését Európában. Több ország is tovább szigorít az óvintézkedéseken, és közben újabb biztató eredményekről hallani az ellenszerrel kapcsolatban, de azt még senki sem tudja pontosan, hogy mikorra lehet védőoltás a koronavírus ellen. Csak az üzletek egy része működik Moszkva egyik sétáló utcájában. Bár a koronavírus miatt bevezetett korlátozások többségét már feloldották, sok kis vállalkozónak későn jöttek az enyhítések. Akik pedig újra ki tudtak nyitni a 2,5 hónapos zárlat után, azoknak is komoly állami támogatásra van szükségük. Elsőként azt kértük, hogy engedjék el a bérleti díjat, azután az állam kompenzálja a karantén alatt összegyűlt veszteségünk harmadát. A fennmaradó kétharmadot azonban nekünk kell kitermelni, magyarázta egy moszkvai kávézó tulajdonosa. A belföldi légi közlekedés is helyreállt az országban, ahol naponta 6000-rel nő a fertőzöttek száma. Az orosz hatóságok ennek ellenére azt remélik, hogy néhány hét múlva külföldi járatok is leszállhatnak a reptereken. Ezért a terminálok teljes körű fertőtlenítése mellett olyan automatákat is kihelyeztek, ahol a koronavírust kimutató gyors teszt kapható. Spanyolországban is egyre több tartományban alakul ki újabb gócpont. Katalóniában a múlt héten háromszorosára nőtt a fertőzöttek száma. A szomszédos Valencia tartományban is korlátozásokat kellett bevezetni a vírus terjedése miatt, így a tengerparti településeken ismét bezártak a vendéglátóhelyek. Az aragóniai Zaragózában pedig egy gyerekkórházban jelent meg a kór, az itt dolgozók közül 12-en betegedtek meg. Egyre több ország tárgyal a koronavírus elleni védőoltás beszerzéséről annak ellenére, hogy eddig egyetlen vakcinát sem dobtak piacra.
Az Egyesült Királyság például 100 millió adag oltóanyagot foglalt le előre egy brit gyógyszergyártónál. Az oxfordi kutatócsoport hétfőn tette közzé a laboratóriumi tesztelés első fázisának eredményeit. Pontosan azt az immunválaszt kaptuk, amit reméltünk, azonban még sokat ennivaló. Több alapos vizsgálatra van szükség ahhoz, hogy kijelenthessük, ez a vakcina megvédi az embereket a koronavírussal szemben, nyilatkozta a kutatás vezetője. A brit szakemberek azt remélik, hogy legkésőbb jövőre elkészül a védőoltás, amelyből egy helyi gyógyszergyártó 2 milliárd adagot dobna piacra. Az egészségügyi világszervezet szakemberei szerint azonban a biztató eredmények ellenére akár évekbe is telhet egy hatásos vakcina előállítása. Ezt az oltóanyagot 1000 felnőtt embernek adták be, akik 18 és 55 év közöttiek. Egyikük sem mutatott komolyabb tüneteket, bár néhány esetben előfordult hidegrázás vagy izomfájdalom. A vakcina valóban növelte az ellenanyagot az alanyok szervezetében, azonban a tesztelt emberek száma túl alacsony ahhoz, hogy messze menő következtetéseket vonhassunk le. Még hosszú út áll előttünk, jelentette ki a WHO egészségügyi vészhelyzetért felelős igazgatója. Az egészségügyi világszervezet adatai szerint 23 laboratórium végez klinikai teszteket különböző vakcinákkal. A brit kutatócsoporttal együtt már 3 intézet mutatott ki pozitív eredményeket a vizsgálatok első szakaszában. És megállíthatatlanul terjed a vírus az amerikai kontinensen is. Az Egyesült Államokban rekordokat dönt az új fertőzöttek száma, Brazíliában pedig átlépte a 80 ezret a halálos áldozatok száma. A dél-amerikai országban a héten várhatóan megkezdik egy kínai kísérleti vakcina tesztelését. Már órákkal a nyitás előtt hosszú sorban álltak az autók Dallasban, a legújabb koronavírus tesztközpontnál. A több mint 1 milliós város a járvány által egyik leginkább sújtott terület az Egyesült Államokban. Nagy erővel dolgoznak az egészségügyi hatóságok Texasban, hogy megfékezzék a járvány rohamszerű terjedését. Már több mint 300 ezer fertőzöttet találtak az államban, a halálos áldozatok száma pedig átlépte a 4000-et. A vírus egy gyermekkórházban is megjelent az állam déli részén. Több mint 80 csecsemő kapta el a kórt március óta az egészségügyi intézményben. Floridában már 6 egymást követő napon volt 10 000 felett az új fertőzöttek száma. Az elhunytaké pedig mostanra az 5 000-et is meghaladta a déli államban. Kiváltképp nehéz a helyzet Miami-ban és környékén. Noha vannak, akik mindezek ellenére sem riadnak el a napfürdőzéstől Miami Beach homokos strandjain, a népszerű üdülőváros utcái üresebbek a megszokottnál. A floridai kormányzó véradásra biztatta azokat, akik felépültek a megbetegedésből, és szervezetük ellen anyagot termelt. A nyugati partvidéken, Kaliforniában hétfőn a járvány kitörése óta a legtöbb új fertőzöttet, csaknem 12 ezer új esetet regisztráltak. Csak Los Angeles megyében több mint 2000 fertőzöttet kellett kórházba szállítani. Sokan közülük azonnal az intenzív osztályra kerültek. Az amerikai elnök arról beszélt, hogy az egész világon új erőre kapott a járvány. Több országban már azt gondolták, hogy jól állnak, majd hirtelen újból erősödik a vírus. Ezt mutatták a hétvégi adatok. Pénteken világviszonylatban rekordot döntött a halálozások száma, mondta Donald Trump. Az Egyesült Államok után Brazíliában a legsúlyosabb a helyzet a világon. Már 80 ezernél is több halálos áldozata van a járványnak a dél-amerikai országban. Bolsonaro elnök kedden megerősítette a legfrissebb hírt, miszerint a kormány 2 tagja is megfertőződött. Az oktatási miniszternek és az állampolgársági miniszternek is pozitív lett a tesztje. Az államfő saját maga 10 napja jelentette be, hogy elkapta a vírust. Jelenleg brazíliai rezidenciáján lábadozik. Egyelőre úgy tudni, nincsenek szövődményei a fertőzésnek. São Paulo állam kormányzója eközben bejelentette, megérkezett a kísérleti vakcina Kínából. Hamarosan megkezdik a tesztelést az önkénteseken. Országszerte 9000 tesztet végeznek a következő hónapokban 12 kutatóközpontban. Itthon 8-al nőtt a koronavírus fertőzöttek száma, és nincs újabb halálos áldozat. Az aktív fertőzöttek száma ismét 500 alá, 494-re csökkent. A 78 kórházban kezelt koronavírusos beteg közül 4-en vannak lélegeztetőgépen. A járvány kezdete óta 4347 embernél azonosították a fertőzést, és 596-an haltak meg a vírus okozta szövődmények miatt.
Ismét katonák fertőtlenítenek a fővárosi fenntartású Pesti úti idősek otthonában. Németh Szilárd államtitkár emlékeztetett, hogy tavasszal a Karácsony Gergely vezette önkormányzat súlyos mulasztásai miatt gócpont alakult ki az intézményben. Nem volt állandó és folyamatos orvosi ellátás, nem tartották be az előírásokat, és súlyos higiéniai hiányosságokat is találtak a hatóságok. Karácsony Gergely szerint a mostani fertőtlenítésről már áprilisban megállapodtak. Speciális tetőtől talpig zárt védőruhában és gázállarcban érkeztek a Magyar Honvédség katonái a Pesti úti idős otthonhoz, hogy elkezdjék az intézmény teljes fertőtlenítését. Mintegy 85 ezer négyzetmétert kell végigjárniuk. A bejárattól indulva centiről centire haladva permetezik be az egész területet, de a be- és kihajtó autókat is kivétel nélkül fertőtlenítik. A munka a tervek szerint napokig is eltart majd. Nagyon súlyos mulasztások történtek ebben az intézményben, és ennek egy nagyon szomorú következménye lett. Elharapózott a koronavírus fertőzés, sorba betegedtek meg az idős emberek, és azok az ápolók, akikre ők rálettek bízva. A Honvédelmi Minisztérium államtitkára arról beszélt, az idős otthonban még áprilisban a fenntartó fővárosi önkormányzat súlyos mulasztásai miatt fertőzési gócpont alakult ki. Németh Szilárd hozzátette, nem volt állandó és folyamatos orvosi ellátás az intézményben, nem tartották be az előírásokat, és súlyos higiéniai mulasztásokat is találtak a hatóságok. Karácsony Gergely főpolgármester pedig egyszer sem látogatott el az otthonba. Az, ahogy bánnak ezzel az idős otthonnal, azok a felelős politikusok, a főpolgármester és a szakmai helyettese, az azt gondolom nagyon sok kérdést vet fel mindenkiben. Alkalmasak-e erre a pozícióra, az a szerencsétlenkedés, az a tétlenkedés, az a tenni nem akarás, ahogy hozzáállnak ehhez, az mindenféleképpen elítélendő. Azt gondolom. Karácsony Gergely főpolgármester korábban többször is azt állította, hogy betartották a szabályokat. Minden jogszabályi feltételt teljesített a főváros, mint fenntartó a Pesti úti idősotthonban, az orvosi ellátás szempontjából is. Igen. A mostani fertőtlenítésről pedig közösségi oldalán azt írta, erről már áprilisban megállapodtak, minden esetre a katonák munkáját köszönik. Intézménynek nem volt orvosa, én ezt kimerem mondani nyíltan, mert se decemberben, se januárban, se februárban nem volt orvos. Hónapokon át nem volt orvos a Pesti úti idős otthonban, erről beszélt korábban a Híradónak az egyik elhunyt idős ápolt hozzátartozója. Csüri Krisztián hozzátette, a fővárosi fenntartású intézmény az alapvető higiéniai feltételeknek sem felelt meg. A család a történtek miatt pert indított az ügyben, azóta ismeretlen tettes ellen folyik a nyomozás. Az idős otthonban április elején alakult ki tömeges megbetegedés. Két nap alatt 150 embert szállítottak kórházba. Az országos tiszti főorvos helyszíni ellenőrzést is tartott, és azonnali intézkedéseket rendelt el, de addigra már több százan megbetegedtek. A fővárosi kormányhivatal a hiányosságok miatt kétszer összesen 1,2 millió forintra büntette meg az idős otthont, ahol a legfrissebb adatok szerint 338-an fertőzöttek meg koronavírussal, 55 lakó pedig meghalt. A Honvédség eddig országszerte több mint 1000 szociális intézményben végzett vírusmentesítést. A Pesti úton legutóbb húsvétkor 6 napon keresztül fertőtlenítettek. A katonák most azért dolgoznak, hogy megelőzzék a további megbetegedéseket. Újabb támogatási programot jelentett be a külgazdasági és külügyminiszter. Olyan magyar vállalatok számára nyílik lehetőség pályázni, amelyek már komoly teljesítménnyel, eredményekkel vannak jelen távoli országok exportpiacain. Ezt mondta Szijjártó Péter. Hozzátette, hogy a cél, hogy fizikai jelenlétet is létrehozhassanak külföldi országokban. Egy vállalat akár 3 milliárd forint támogatást is kaphat. Gyártási tevékenységet hozzanak létre, vagy a gyártási tevékenységük egy részét az adott ország piacán hajthassák végre, annak érdekében, hogy az export teljesítményük még tovább növekedjen. Erre a programra 23 milliárd forintnyi összeget szánunk. Augusztus 24-től lehet benyújtani a pályázatokat, de a regisztráció lehetősége már a mai naptól megnyílik.
Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a kormány a kaposvári Kométával, az ország egyik legnagyobb sertésfeldolgozójával. A cégnél jelenleg egy 30 milliárd forintos beruházás zajlik, amellyel 500 új munkahelyet teremtenek a következő néhány évben. A Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta, hogy a kormány továbbra is minden támogatást megad a Kométának a terjeszkedéshez. A Kométa az egyike volt annak a 122 cégnek, amelyeket támogattunk. Jelentősen a közel ugye 1 millió euróval tudtunk támogatni a COVID elleni védekezés, gazdasági védekezés keretében. Ezt mutatja, hogy éppen egy melléktermékfeldolgozó üzem fejlesztésén dolgozik a cég, és ezt mutatja, hogy ezen kívül is vannak még további tervei a kormánynak és a Kométának. Ezt tükrözi mind a stratégiai megállapodás megkötése. A legkorszerűbb szabályozással szeretné elősegíteni a kormány a nem hagyományos foglalkoztatási formák terjedését. A koronavírus járványban nyert tapasztalatok alapján a távmunka számos területen bevált, és egyaránt előnyös a munkaadóknak és a foglalkoztatottaknak is. Ezért széles körű egyeztetések kezdődtek. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár az M1-en azt mondta, hogy nagyon pozitívak az eddigi visszajelzések, és hozzátette, hogy a cél rugalmasabbá tenni a jelenlegi távmunkaszabályozást. A szabályozás lehetőséget biztosítana egyebek között arra is, hogy a munkáltató távmunkavégzés esetén hozzájáruljon a munkavállalók költségeihez. Ebben a helyzetben a munkavégzés helyszíne nem a munkahelyen történik, hanem mondjuk az illető lakásában, ezért aztán a saját áramot, a saját villanyt, a saját fűtést használja, amire egyébként ugye a munkahelyen lenne lehetőség, hiszen ott lenne biztosítható, ezért aztán valamiféle költségáltalány, talán ha szabad így fogalmazni, most ott járunk, valamiféle költségáltalányt tudunk majd meghatározni, amit a cégek biztosítanak annak ellentételezéseképpen, hogy az otthoni energia kerül fel. Használásra. Átadták a megújult Kállai kúriát Nyíregyházán. Ebben az épületben élt az egykori miniszterelnök Kállai Miklós. Csak nem 1 milliárd forintból újították fel a Modern Városok program keretében. Az átadón Varga Mihály arról beszélt, hogy tisztelegnünk kell a történelem nagy családjai előtt, akiknek tagjai hatalmas tetteket vittek végbe a magyar népért. Kötelességünk tehát méltó módon megőrizni azoknak a nagy magyar családoknak a történetét, életét, amelyeknek tagjai alakították a történelmünket, és korokon átívelően harcoltak és dolgoztak Magyarországért, tudásukkal és művészetükkel gyarapították a nemzet szellemi vagyonát. Ezek a családok, például a Veselényi, a Széchenyi vagy a Kállai család, ugyanolyan fontos szerepet töltenek be nemzeti önazonosságunkban, mint a nemzeti karakterünket adó szellemi és kulturális örökségünk más részei. Ingyenes vezetéstechnikai tréningen vehetnek részt a kisgyermekesek és a 20 év alattiak, ezt jelentette be a család és ifjúságügyért felelős államtitkár. Novák Katalin emlékeztetett, hogy július 1-e óta a 20 év alatti fiatalok ingyenes KRESZ vizsga lehetőségét kiterjesztették a Cseden, Gyeden és Gyesen lévőkre. Az egyik biztosító társaság ehhez kapcsolódóan ajánlotta fel, hogy a 20 év alattiak és a kisgyermekesek részére ingyenes vezetéstechnikai tréninget biztosít. Hogyha már van autó, hogyha már van jogosítvány, akkor azért a tudás sem ártana, és ez a mostani együttműködés, ez arról szól majd, hogy ezt a tudást hogyan lehet minél gyorsabban megszerezni, hogyan lehet minél inkább tökéletesíteni. Bevallom, én is vettem már részt ilyen vezetéstechnikai tréningen, hát ijesztő az, amikor rájön az ember, hogy milyen hosszú a fékút, amikor először megérzi, milyen, hogyha megpördül vele az autó. Ezek olyan tapasztalatok, amiket jó lenne mindenkinek megszerezni. Elkezdődött a Balaton medrének kotrása, amellyel az algásodás ellen védekeznek. A tó nyugati medencéjében ugyanis a múlt heti ellenőrzésből kiderült, hogy a megengedettnél háromszor több alga van a vízben. Jelenleg Balatongyöröknél dolgoznak. Strandolni viszont továbbra is lehet. A Balatongyöröki múló egyik oldalán zavartalanul strandolhatnak az emberek, míg a másik oldalon a vízügyi igazgatóság szakemberei a tómedrét tisztítják. Erre azért van most szükség, mert a legutóbbi vízminőség ellenőrzéskor kiderült, hogy az algák mennyisége a megengedett érték csak nem háromszorosára emelkedett. Az algásodási folyamat azért indult meg, mert a Balaton vize többször is 25 fok fölé melegedett. Szétválasztja a
Balatongyörök polgármestere elmondta, az elmúlt időszakban észrevették, hogy a tóvíze zöldebbé változott. Ezt a környéken többen is jelezték a területi vízügyi igazgatóságnak. Az elmúlt két hétben itt a nyugati medencében egyre több strand és strandüzemeltető jelezte az igazgatóság felé, hogy a vízminőségben különböző változásokat észleltünk, ez elsősorban az algásodást jelenti. Erre lépett az igazgatóság úgy, hogy múlt héten a vízügyi védekezés keretében hirdette meg a beavatkozását. Ennek az első lépései Balatongyörökön indulnak el, hiszen a Balatongyörökön történt meg 40 évvel ezelőtt az első iszaptározók és az első zagy kazettának a létrehozása. A Balaton vizében lebegő algák fontos szerepet töltenek be a tó életében. Túlzott elszaporodásuk azonban veszélyezteti a fürdőzést és az ivóvíz kivételt. A vízminőség javítása érdekében kezdték el azonnal a mederkotrását. A kollégáink a harmadfok elrendelése után egyrészt lepelkotrás mellett döntöttek, valamint mélységi kotrás is zajlik majd. A lepelkotrás azt jelenti, hogy az üledéket egy olyan 20 centi mélységben kotorja le egy eszköz, illetve a mélységi kotrásnál pedig több mint egy méter mélységben. Az összegyűjtött üledékanyagot aztán egy berendezéssel tulajdonképpen kirakják a zagytérre, ott összegyűjtik, és hát ott száradhat ki. A következő napokban további két kodróhajót is bevetnek a Balaton nyugati medencéjében. A munkálatokat a strandoktól távol végzik, így azok nem zavarják a pihenést. Áttörést hozhat a robot technológiában egy új német fejlesztés. A Dresdai Egyetem kutatói olyan vezérlési rendszert fejlesztettek ki, amely révén a robotokat bonyolult programozás nélkül könnyen be lehet tanítani az elvégzendő feladatra. Ráadásul úgy, hogy közben a többi robot képes önállóan megtanulni az adott műveletet. A szakemberek szerint a robotok nem sokára a hétköznapi teendőinkben is segítségünkre lehetnek. Robotkarokat mozgat a Dresdai Műszaki Egyetem egyik munkatársa. A Robotikai Kutatófejlesztési Központ nyílt napján bemutatták az intézet legújabb fejlesztéseit. A projektvezetője elmondta, az igazán nagy újdonságot az jelenti, hogy egy ember egyszerre több robotot képes irányítani, úgyhogy közben a többi robot magától tanulja meg a végrehajtandó feladatot. Az egymással összekötött robotok a művelet közben egy kollektív intelligenciát fejlesztenek ki, és ezzel sokkal gyorsabban képesek tanulni, mint külön-külön. Ráadásul olyan feladatokat is képesek megtanulni, amelyeket előtte nem programoztunk közvetlenül beléjük. Számolt be a kutatási eredményekről a vezetőmérnök. Ahhoz, hogy a távvezérlési robotok a legaprólékosabb feladatok elvégzésében is segítségünkre lehessenek, nélkülözhetetlen a még gyorsabb internet kapcsolat. Szakemberek szerint az 5G hálózat kiépítésével ez már elérhető közelségbe került. Egy robotkar számtalan esetben nyújthat segítséget. Lehet használni az egészségügyben. Egy orvos érzékelőkkel ellátott kesztyű segítségével hajthat végre műtétet, de akár a világűrben is alkalmazható, fejtette ki az egyik kutató. De nem csak speciális műveletekhez, hanem hétköznapi feladatok elvégzéséhez is fel lehet majd használni a robotokat, vélik a rendszer fejlesztői. Úgy programozzuk az operációs rendszert, hogy a robotokat otthon is használni lehessen. Például beköthetik a cipőfűzőnket, vagy segíthetnek nekünk, ha éppen ágyhoz vagyunk kötve. Teljesen megbízhatunk bennük, mondta az egyetem egyik professzora. A fejlesztés másik újdonsága, hogy a robotok már nem csupán bonyolult programozással működnek. Szinte bárki betaníthatja őket gyorsan és egyszerűen. Ennek a speciális tónak a segítségével meg lehet mutatni a robotnak, hogy mi a feladat. Ezzel könnyen és gyakorlatiasan programozhatóvá válik, magyarázta a fejlesztő cég egyik vezetője. Szakemberek szerint az egyszerűen és gyorsan programozható, intelligens robotok nem sokára az élet számos területén áttörést hozhatnak. Újabb üteméhez érkezik az Antenna Hungária technológia váltása itthon. Az átállás ezúttal Kelet-Magyarország egyes területeit érinti. Szerdán 0 órától déli 12 óráig teljes vagy részleges leállás várható a Mindig TV és a Mindig TV extra szolgáltatásokban Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az üzemszünet után az érintett körzetekben lehetséges, hogy újra kell hangolni a dekódereket is.
9 piroson hajtott át egy sofőr a fővárosban, mire a rendőrök elfogták. A járőrök egy terepjárót akartak ellenőrizni, a sofőr azonban nagy sebességgel továbbhajtott. A rendőrök üldözőbe vették és végül megállították. Kiderült, hogy a 34 éves férfi ittasan vezetett. A rendőrautó fedélzeti kamerája pedig azt is rögzítette, hogy üldözés közben a sofőr összesen 11 szabálysértést követett el. Ez annyi büntetőpontot jelent, amiért 5-ször is elvehetnék a jogosítványát. Lamborghinit és Bentleyt is lefoglalt a NAV egy adócsaló társaságnál. A bűnbanda több milliárd forint kárt okozott a költségvetésnek az, hogy az Európai Unióból beszerzett áruról nem nyújtott be bevallást, vagy fiktív adatokat közölt. Főként sajtot, csokoládét és kávét adtak el nagykereskedőknek és szállodai beszállítóknak. Az adóhatóság és a TEK 85 helyszínen tartott kutatást. A dokumentumok mellett luxusautókat, jelentős összegű készpénzt, valamint ingatlanokat és bankszámlákat zároltak. Az ügyben 24 gyanúsítottat hallgattak ki, és közülük 5 embert letartóztattak.